Legfőbb feladatunk, zene, uraim, John Weatherpole, mint az ENSZ békefenntartó alakulatának az, hogy figyelemmel kísérjük minden ellenséges erő tevékenységét. Itt, Lambabvéban. Feladatunk továbbá, hogy rapid eljárással leszereljük az összes polgári fegyveres szervezetet, komandót és etnikai erőt. Továbbá, hogy felszámoljuk ezek teljes irányítási szervezetét. Olyan országba megyünk, melyre súlyos csapásokat mért a háború. És nem szabad elfelejtenünk, akikkel szót kell értenünk. Fényképezte James Rapp. Primitív emberek. Sivár, kegyetlen, civilizálatlan világban élnek. Egy vadvilágban, ahol számtalan rejtett veszély leselkedik. Mindenféle törzsi villongás, malária, szabadon élő vadállat. Írta Paul Slavolepsi és Leon Schuster. Feledjék, uraim, ebben a hatalmas csatában, a békért és stabilitásért az egész világ tekintete kísér bennünket. Ehhez kell tartanunk magunkat. És ez a mi nagy lehetőségünk. Rendezte David Lister. Fegyvert tölts! Kézzé legyen a fegyver, emberek! És mindenre figyelünk! Lehet, hogy egy egész gerilla hadsereg lesi, hogy szétlőhesse a seggünket. Ők is a fejükre esnek. Gyerünk, emberek! Lóhús, kudúhús, sör, sörök, minden márka. Megjöttünk! Na végre! Ja, Istenem, hogy itt minden milyen egzotikus, milyen afrikai! Édesem, én mindjárt szól, mi a halok. Hol lehet itt valami? Egy kólát biztosan kapsz itt! Hát ez olyan, mi lehet? Jaj, Istenem!
ember találja el. Er hat ihn umgebracht. Jó napot, Quagga Roberce. Orvoshoz kell vinni. Ne, semmi bajom. Lefényképezni, hogy a fejére teszi a lábát. Csak lassan kérem, amit itt láttak, az a kabarábis oroszlán. Ezt is kipusztulás fenyegeti akár csak a fehér orszarvút. $5,000 büntetés árannak, aki kilő egy példányt. Ne fotózzanak, kérem. Csak egy felvételt, kérem. Tessék. Csak egyet. Bitesön, én is szeretnék egyet, köszönöm. Csak kettőt. Dankesön. Ne jöjjenek közelebb. Ezek a dögök nem döglenek meg egy hamar. Volna szíves a fejére tenni a lábát. Dankesön. A baltáját tartsa föl. Ez szuvenír. Nagyon értékes szuvenír. Originál Madei Number Ve. Lehet vinni haza USA. Szuvenír. Fordom is. Was ist das Liebling? Ja, ide van írva. Madei Number Ve. Scheiße. Bitte? Ez szárított oroszlángané. Egy marékkal meg lehet rágyázni az egész kertet, sőt, még a kutyák sem fognak odarondítani a gyepre. Oroszlán szárral trágyáztam a kertet? Eredeti. Mi? Hogy micsoda? Jól értem, hogy ez tulajdonképpen kaki? Mindössze $10 egy csomag. 4 csomagot kérek. Akkor én is viszont. Ah, is, gyere, 4.40, köszönöm, mindjárt. Ide is 4? 4-et kérek. Oda is 4-et. Jó napot, Nigel Shady, Ausztráliából. Üdv, én Jobb van der Plus vagyok, Hollandiából. Más is vagy, az ritka szép ország. Azok a vörös lámpás negyedek. A vörös lámpás negyedek, igen, azok a nevezetességeik, igen. Csipked magad, Wimba. Az őrnagy várja a trófeáját, a fiúknak pedig éjfélig el kell hagyniuk a támaszpontot. Valami eszkatonák jönnek a helyükre. Na lesz is itt akkor a kupleráj, hogy csak na. Azt meghiszem. Az oszloptól. Sajnálom, de muszáj kezet fognom a feleségem legjobb barátjával. Hogy kivel? Hol látod? Á, hogy ez egy humor volt. Ó, hírlik. Ez a friss, üde levegő, ez valami fantasztikus. Na, meddig tart még a készfogás? Mamám! 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 A bak! A bak visszalőtt!
And he has never quarreled with the people of Namibia. But hordes of foreign humans can drive a man insane. And what's this crazy thing called love? And tell me who's to blame. Who's to blame? Ennek köszönheted, hogy hanyagolnak a nők. Milyen férfi az, aki egy másik ember haját hurcolásza a fején? Dun, a parókám az én legszemélyesebb magánügyem, érted? A piállás meg az én legszemélyesebb magánügyem. Vaga, hogy hullana ki a parókád is. Ha jól meggondolom, igazad van. Tényleg a te magánügyed. Amíg piálsz, én gyűjtögetem a pénzt, hogy egyszer visszavásárolhassam a papa farmját. Csak hogy ez a farm az enyém lesz, öregem. Még akkor is, ha gyilkolnom kell érte. És ha majd az enyém lesz, akkor eltűnhetsz a környékről, te is, meg ez az ócska bodega is. Aki Langfair Laurent akarja, annak gazdálkodni kell tudnia. Mit ér egy farm, ha nem gazdálkodnak rajta? Nem az a kérdés, öregem, hogy ki tud gazdálkodni. A nagy kérdés ugyanis mindig az, hogy ki a tökösebb. És annak, aki tökösebb, más téren is több szerencséje lehet az életben. Parókás. Na, te! Elbúcsúzhatsz a szalvattól, illetve az ollottól, szóval az olszalvattól. Úgy levágom, hogy csak, na, levágom is, megtalálom. Ujjá! Végre. Van egy egységem. Figyelem! Vigyázz! Amint azt már... Elnézést, uram. A technika, ugye? Tessék! Ha valaki még nem tudná, Braddock D. McKee őrnagy vagyok. Az önök parancsnoka. Üdvözlöm önöket. Az elkövetkező hónapokban ez lesz az otthonunk. A helyettesem Carlos Zapatos százados. Zapatos, uram. Illetve Carlos Zapata a guatemalai hadsereg első hadosztályától. És örömmel közölhetem, hogy Zapata százados több mint egy tucat nyelvet beszél. 14-et, uram. Hogy mondja? 14 nyelvet beszél. Több mint 14 nyelvet beszél. Pontosan 15-öt az anyanyelvemmel együtt. 15-öt az anyanyelvével együtt. Igen, eredetileg 24-et beszéltem, csak az ember felejtett. 15-öt is egyre százados. Bőven. Köszönöm, uram. Tehát, ha bármi problémájuk van, forduljanak a százados úrhoz. Ő majd minden továbbít nekem. Nem lesz könnyű dolgok, uraim. Mert én itt szorosra akarom fogni a gyeplőt. Mondja ezt meg nekik. Amit mondott? Amit most mondtam. Az ő nyelvükön? Nem, azon már elmondtam én. Maga mondja el máshogy. Oké, emberek, most más mondok. Nem, azt mondja el máshogy. Azt, hogy szorosra fogom a gyeplőt. Értem, uram. Az őrnagy úr azt mondta az imént, hogy mostantól maguknak itt nem lesz valami kémámor, mert mindig rövidre kell nyírni a gyepet. És nem tanácsolom senkinek, hogy ugráljon. És nem lesz itt semmiféle táncos buli meg ugra-bugra, mert az tilos. Azért vagyunk itt, hogy produkáljunk. Azért vagyunk itt, hogy termeljünk. A legfontosabb a termelés. Thank you.
Minden fegyver, ami polgári személyek kezében van, veszélyezteti a térség biztonságát. Az összes fegyvert és lőszert be kell gyűjteni és a támaszpontra hozni. Világos? Világos. Járőrök! Mindenki a maga kijelölt területén fog járőrözni. Az A itt, a B itt, és így tovább. Egészen a legkülsőbb területig, ami a K szekció. Munkára fel, uraim! Sok szerencsét! Uram! Tessék! Engedélyt kérek hozzászólni. Mit akar, közlegény? Jelentem, uram, nekem a kormányom kifejezetten meghagyta, hogy csak semmi őserdei gerilla harc. Sajnálattal közlöm magával, közlegény, hogy már most is az őserdőben vagyunk. Mi ötlete van, küldjem magát haza? Ezért messze menően hálás lennék, uram. Szóval maga nem bírja az őserdőt, közlegény. Adja ide azokat a kulcsokat. Igenis. Akkor is van munkám a maga számára. Mostantól kezdve maga vezeti a K-járatot. Vezessek? Végeztem, uraim. Oké, emberek. Belépni. De hát én nem tudok vezetni. Mit idétlenkedsz itt a körifejű istenverés? Vigyázz! Mit csinálsz? Jézusom, kapd már el a kormányt! Hé, húzódj le! Nem, ezt nem húzom le magamról, ez a kedvenc kardigánom édesanyámtól kaptam születésnapomra. Nyomás! Hozzod be a dagad segedet a ketrecbe! Hé, Vimba, rendes ember nem beszél így egy hölgyel! Ez a madár gyere, csak gyere, ezt a stílust érti! Sértegetni akkor se szabad! Na gyere! Turisták! Ne strapáld magad, Mukoti! Úgy hiányoztak nekem ezek a békefenntartók, mint pupa átamra! Tele, kérem szépen! Jó napot! Jó napot! Egészségügyis vagyok, a békefenntartóknál. Sírjon a maga mamája. El kell jutnom Otjiheróba, a Nordfeldre. Mi innen a legegyszerűbb útvonal? Ugyanaz vissza, amin idejött. Tessék? Innen nincs legjobb útvonal, hölgyem. Egyik pocsékabb, mint a másik. Köszönöm. Igazán kedves. Na és mit csinálna ott a Nordfeldön? Utasítást kaptam, hogy mérjem fel az Ovahimba törzs egészségi állapotát. Csak az idejét pocsékolja. Azok nem kérnek az orvostudományból. Már megbocsásson. De nem a véleményét kérdeztem. Csak azt, hogy hogy jutok el a Nordfeldre. Tudja, oda nem indulhat el úgy hölgyem, mint a kellemes vasárnapi kirándulásra menne. Oda vezető is kell. Képesnek érzem magam arra, hogy elboldoguljak. Köszönöm, térképen is van. Hol szerezte? Hongkongban? Na hát, de rámenős csaj. De nem elég rámenős. Nigel Shady vagyok. Jó napot. Békefenntartók vagyunk. Ugye nem rejtegetnek semmiféle fegyvert abban, amit visznek? Elnézést, hölgyeim. Mi csak a kötelességünket... Ne ugass bele! Jó. De csak maradj a volánnál. Ja. Szóval, sehol semmi fegyver? Látom, nem valami közlékenyek. Na? Megszólalnak végre? He? Értik, mit beszélek? Nem értik, mi? Dehogy nem értjük! Hát akkor... Kopj le! Mit vagy úgy oda magadtól? Nem fogsz te itt ugráltatni bennünket. Azt hiszi, ő a nagyobb is. Amikor megjöttem Vietnámból, egy baráti készfogás annyit se kaptam. De most úgy megyek haza, mint egy igazi hős. Ez nem bocsánat. Érdekel a dolog? Mi? Ez valódi? Igazi gyémánt? Lelépett százados. Mennyi? 200 000 dollár. Mennyi?
A tulaj azt mondja, Amerikában megkaphatsz érte 1 milliót is, de itt Nambaviában senkinek sincs annyi pénze. De és ki a tulaj? Nem érdekes, azt mondta, hogy érdekele. És biztos, hogy valódi? A gyémát valódi, úgy éljek. Befogadhatja a szüzességére. 200 000 dollár. Mit csinálunk? Bankot rablunk? Mit képzel, hol vagyunk? Bolíviában? Nem, ez itt Nambavi. Az. Úgyhogy felejts el a bankot. Csak segítsen nekem előteremteni a 200 000-et, és a gyémán 10%-ban a magáé. Csak 10%-ban? Na, mozgás, mozgás. Tehenek és birkák. Az ember akárhova megy, mindenütt csak tehenek és birkák. Várjunk csak. Több marha van ebben az országban, mint amennyi csirke Dél-Amerikában. Marha? Nem értem, hogy miért sérteget, uram. A válasz a marha. De kérem, uram. Csak úgy minden további nélkül elindulni Nordfeldre. És mi lesz az üzlettel? Jó üzletet nem lehet csinálni. Korgó gyomorral. És fogytál a marha hús. Annak az enszestyúknak pedig, aki itt tankol, nincsen vezetője. Hát tudod, ez valahogy meg sem fordult a fejemben. Tudod, milyen vagyok? Az oroszlántól nem félek, de egy nő elől elfutok. Főleg az elől, aki belelát a szívembe. Nem inkább a tarókád alá? November veszi az adásomat, vétel? Uniformis november veszi az adásomat, vétel? Uniformis november veszi az adásomat, vétel? Veszi az adásomat? Uniformis november. Vétel! Én ugyan soha. De a kígyó majdnem megölt. Na, uniformis november. Amint látom, jó alaposan beszorult a kátyúba. Innen ugyan ki nem jut, ha csak egy traktor ki nem vontatja. Nem tud segíteni? Magának nem kell vezető. Emlékszik. Várjon! Várjon, nem hagyhat itt így! Várjon! Nézze, ne haragudjon, hogy délelőtt egy kicsit goromba voltam, de maga se volt valami barátságos. Kérem szépen, gondolja meg magát. Én sohasem szoktam meggondolni magam, hölgyem. Világos? Kérem. Egyetlen jószág sem maradt a farmon. Ismeri a farmereket? Fogjuk rá. A mi farmunk. Vagyis csak volt a miénk. Ezt most nem értem. Hát a hosszú história. De miért adtak el egy ilyen farmot? Nem is adtuk el. Apám néhány éve meghalt, és előtte zároltatta. Ha valamit, hát azt tudta, hogy a testvéremmel nem tudnánk együtt gazdálkodni. Úgyhogy azt mondta, amelyikünk le tud tenni 200 000 randot elsőnek, azért legyen a farm. Egyelőre ott tartok, hogy bérelek egy darab földet a vegyes kereskedésem bevételéből, a farmot pedig bérbe vette a bátyám, és próbál megélni belőle. Tulajdonképpen betegre kereshetné magát, de minden pénz elszáll a pupolján át. Mi az a pupol? Ha ismerné a bátyámat, nem kérdezné.
Szállatok elindulnak, ahogy meghallják a kürtszót. Ez nem kürt, hanem ocsimba. Méviasszal bekent gazella szarva. És most hova viszi őket? Olyan helyre, ahol dúsabb a legelő. Az ovahimbáknak a jó szága mindenük. Az egész életük a körül forog. De őrnagy úr, ez közönséges marhatolvajlás esete. Hogyan, mi nem lopunk el semmit. Ez a telex a bizonyíték. Nem tudom. Ne, ugyan már százados. A világban manapság egyáltalán nem ritkaság egy megtévesztő telex. Még a dél-afrikai elnök Piekbota is bedült egynek. Nézz, mire kiderül, hogy belógattuk őket. A jószág már a határ túloldalán lesz, nekünk meg a zsebünkben lesz a pénz. De ez akkor is veszélyes. Veszélyes, ha fél, hogy megégeti magát, ne menjen közel a tűzhöz. Na, ezt akartad? Meg vagy elégedve? Na, vesztek, vigyétek! Tessék! 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 Na, nesze, ez meg a tiéd. Na és ezzel most mit csináljak? Amit akarsz. Miért kiabálják, hogy Orumba? Nem úgy hívják, hogy Kvágá? Ez az én törzsi nevem. És van valami jelentése? Oroszlánölő. Á, Makulocsi Kombo, örülök, hogy látlak. Én is örülök, hogy eljöttél. Már nagyon vártunk téged. Láthatod rajtuk? Elhoztam neked a doktornőt a békefenntartóktól. A békebicsinálóktól? Tudom, hogy a kislánya beteg, ha esetleg megvizsgálná. Inge Lipson, nagyon örülök. Ha bármiben orvosilag segíthetek. Orumba, mit lehet csinálni egy ilyen strusztojással? Hát, tudod, például jó nagyokat lehet belerúgni. Így, négy, figyelj csak! Úgy gyakorolj, hogy még sokra viheted ebben az országon, mint középcsatár. Van egy kis láza. Adja ide azt a pirulát. Mi itt nem hiszünk az ilyesmiben, csak ebben. Tejfájásra két zöld, lázra három sárga, másnaposságra négy piros. Nyisd ki a szád. Erre is tudom, hogy mi kell. Maga csak hagyja. Várj, megyek én is. Még nem is láttalak téged nővel. Csak azt ne hitt, hogy van közöttünk valami. Pedig én azt hittem, hogy tetszik neked. Honnan veszed ezt a hülyeséget? Hát abból, ahogy nézel rá. Ugyanígy szokott nézni a bika is. Mielőtt meghágja a tehenet. Te! Leszel szíves nem emlegetni engem egy napon mindenféle bikákkal, érted? Kvágá! Mit csinál maga ilyen sokáig? Én? Óvá rúmá csícsi búlá! Óvá rúmá csícsi búlá! Mondd te is! Óvá rúmá csícsi búlá! Maga menjen innen! Itt a szellemeket hívjuk! Hát, hogyha befejezték, esetleg hozhatnának vizet. Óvá rúmá csícsi búlá! Óvá rúmá csícsi búlá! Óvá rúmá csícsi búlá! Hagyd inkább ott! A madarak azt fogják hinni, hogy fészek! Ez mi? Ez az omapanepa levele. A világon a legjobb orvosság. Elment az esze? Éget, mint a tűz, de ez majd meggyógyítja. Micsoda maga? Csak nem a homeopata. Még hogy én homokos. Nagyon szeretnék itt maradni még néhány napig. Sajnos nem lehet. Korra reggel indulnunk kell vissza. Nem tudna visszajönni pénteken?
Kérem. Köszönöm. És most mit csinál? Most éppen illatosítja magát. Illatnak éppen nem nevezném. Ez az illatszer répából. Most figyelje, most rá fog lőni. Ha a nő kiveszi a nyilvesszőt a hátsójából és odatartja a melléhez, akkor kívánja a férfit. Ha pedig nem kívánja, akkor átdobja a válla felett, és a férfi hoppon marad. Milyen romantikus. Ez tisztára kupidó. Meg egy nagy adag libidó. Ma éjjel? Persze. Jó. Jó. Pihenj, emberek! A következő feladatunk marhák. Kaptunk egy szigorúan bizalmas telexet, mely szerint pusztító járvány fenyegeti a marhákat az északi tartományok elüldözött törzseinél. Életbe vágóan fontos, hogy összegyűjtsék ott a marhákat. Erről van szó, Bruce. Itt az utasítás fentről. Szegény. Te szegény fiú, ha tudnál olvasni, megértenéd miért. A szambolai határon túl. $200,000. Ezekért a marhákért. $200,000, nagyon sok értük. $150,000. A tulaj ragaszkodik a $200,000. Több nem megy. Többet nem adunk érte. Úgyhogy mondd meg a tulajnak, hogy vagy lemegy 150-re, vagy lőttek a boltnak. Majd jelentkezem. Szerintem ez lenne a jó megoldás. Micsoda? Hogy hagyjuk a csodába az egészet. Szóval, hogy fogjuk a pénzt és futás, mielőtt mind a ketten nyakig ülünk a szarban. Micsoda, megőrült? Az a kő New Yorkban megér $2,000,000 minimum. Nem mondom ennek a 10%-áról. Szóval, $2,000,000, 10%. Oké. Kidobta le azt a nyavajás ejtőernyőt. Ejtőernyőt? A dél-afrikaiak. Most meg valamelyik balfácán elszólta magát. Ki volt az? Ó, jakkes! Ezer bocsánat, de nekem be kell mennem. Talán inkább ki kell mennie. Na gyorsan menni. Futás, Rashid! Benteregesse a harcigázt! Kérem szépen, megengedné nekem, hogy használjam a mosdót, sürgős? Miért nem tojik egy hangyavolyra? Hogyan kérem? Az az ajtó, ott, látja? Köszönöm szépen. Jó napot. Köszönöm. Mit tartanak ebben a Chrysler Eye-ban? Már persze csak, ha egyáltalán szóba állnak itt a vevővel. Sört adjon, de jó hideget. Lion.
hogy a Forsters nem tartanak errefelé. Mi errefelé Lion sört iszunk és Forsters pisálunk. Kérem, kérem, legyen szíves. Ez a gazella trófea, megmondaná, mennyibe kerül? Először is nem gazella, hanem kudú. És nem kerül semmibe. Szóval ingyen van? Ja, ingyen lőhet maga is magának, hogyha tud. Nem, elnézést, Meiner. Nem nekem lenne, hanem egyik miniszterünknek Hollandiában. Megkért arra, hogy vigyek neki egy ilyen trófeát haza Hollandiába. Nézze, tisztelt, plusz. Igen? Ha valami nem eladó, az nem eladó. Még magának Boris Beckernek sem. Boris Becker viszont nem holland. Már bocsánat, de ez ugye nem pisztoly, csak a szemem káprázik. Nem káprázik. Ez pedig egy puska. Linolövő. Ide figyeljen, parancsom van, hogy kobozzak el minden polgári személynél lévő fegyvert. Adja ide. Csak nyúljon egy ujjal hozzá a puskámhoz, és a golyó hazaröpíti a golyóit Ausztráliába. Vimba, kínáld a kezedből. Úgy nézem, szükséged lehet rá. Elviszem a svájci nőnek a kocsiját. Linószalv! Van magának linószalv? Reszelj meg egy sündiszót. Nem, linószalv! Nekem linószalv kell, érti? Linószalv! A szentség itt egy ágyú. Jézusom! Na hát, hogy az a mennydörgös mennykő. Egy ágyú, ami csak úgy magától elsül. Még ilyet? Barátom, ez a legteljesebb mértékben szabálytalan. Nagyon-nagyon-nagyon szabálytalan. Maguk nem ismerik maga Robertsét. Nem tudják, mi lesz, ha visszajön. Ez az, jobban teszik, ha elpucolnak. A fenébe! Menjünk innen, de gyorsan! Pucolás! Tűnjünk el innen, emberek! Gyerünk, belülni! Ez valami agyrém! Megőrök! Makuló! Makuló, gyerte gyorsan! Baj van! Nagy baj van, gyertek! Mi a baj? Katonemberek meglovasítják a marhákat! Ha? Mit mond a gyerek? Emberek, katonák! Lopják a marháinkat. De ezt honnan tudod? Hallottam, amikor megbeszélték egymással, hogy ellopják. Ott voltam. Emberek, csinálnunk kell valamit, de gyorsan, különben a fehér katonák ellopják a marháinkat. Mukuló, ezt Orumbótól kaptam. Lehet, hogy a fehér emberek szellemei szeretik. Gyere csak egy kicsit. Beszélni akarok. Meg kell védenünk a jószágainkat. Oda kell mennünk, ahol a marhák nem voltak, és meg kell keresnünk, hová lopják. Vitték. A jószág a miénk. Ha, ez meg mi a fene? Wimba! Wimba! A béke fenntartók. Ez? A béke fenntartók. A saját ágyummal lőttek szét mindent. Na hát, de kár. A jók vaga kis szatolt fatyát így ripityára lőni. Ez mutatja, mennyire tartanak téged. Még jó, hogy szegény papa nem érte ezt meg. Halálra szégyelni magát, hogy ő is Roberts-e. Papa meghalt. Őt hagy ki. Az lehet, hogy meghalt, de még megérheted, hogy ki kell a sírjából és megváltoztatja azt a gyalázatos végrendeletét. Adj egy poharat.
Már mondtam neked, belőle csak a pia beszél. El fogod veszíteni a farmot, előre megmondom. Rendes poharat! Úgy látom, hogy ami bevételed van, a szélsebesen el is úszik, öcskös, nem tudom hová. Na, ne esd kétségbe. A bratyód jó gazdája lesz a farmnak. Színész akartál lenni? Hát mondok neked valamit. Megpróbálhatnád eljátszani Rambónak a bátyját. Nem kell hozzá más, csak egy hajleszorító szalag. Erre a madárfészekre, itt a fejeden. Szóval, el akarja lopni a marháimat. Ki maga? Inge Leifson hadnagy vagyok, a békefenntartóktól. A békefenntartóktól? Na és ezt el is higgyük neki? Nem, szerintem ne higgyünk el neki semmit. Na jó, még egyszer kérdezem. Ki küldte? Senki se, esküszöm. Az a jószág egy határon túlélő törzsé. Maga hazudik. De el fogja mondani az igazat. Biztos, hogy el. Arumba! Arumba, nyisd ki az ajtót! Bambó! Gyere gyorsan! Nagy baj van! Csak te segíthetsz! Az elefántokért. Állj! Kezeket fel! Kezeket fel!
éve. Az istenit, az ott egy kudu. Hát, hogyha az egy kudu, akkor én egy megesett apáca vagyok. Még egy ilyen kijelentés, és jelentem az őrnagynak. A fenébe. Akkor is kudu. Miért álltunk meg itt? Mert fel kell tankolnunk. Lino! Blixem. Na, hol a szalvó? Most enyém lesz a szalvad? Lesz eredeti linó szalvam? Csinálok belőle linó célos szalvpult? Na, várj csak! Haroldo! Csajolásta! Haroldo! Marha! Most eljesztette! Mikor találok még egy linót? Ha orszarút akarsz, keres magadnak otthon Kínába, Ferdes. Vegye tudomásul, hogy én nem kínai vagyok, hanem japán! És kell az olcsalvú! Maga pedig most eljesztette a linómat, maga balom! Balom, mit akart az olcsalvúval? A linómat! Csak úgy eljesztette! Isten, Barma! Le akarta vágni a szarvát. A szarvát? Az mire jó? Lesz hosszú. Köszönöm, Ferriero úr. Ferriera. Nagyon örülök, hogy üzletfelek lehettünk. Fizesse ki. Tessék. Ellesleg, szombat este zenés táncos estet tartunk a támaszponton. Barátnő is jöhet. Igazán van mit ünnepelni. Persze, megyek. Kösz. Üdvözlöm a mocskosul gazdagok világában, százados. Engem csak az a 10% zavar. Beszéljük meg. Várjon kérem, ne értsem félred. Mindenkit üdvözlünk a Támaszpont Sörfesztiválján. A postája, hadnagy. Köszönöm. Szerelmes levél? Nem. Annak egyelőre csekély a valószínűsége. Magánál? Nálam. Én sosem nősülök meg. Miért nem? Nem is tudom. Pedig boldoggá tudna tenni egy nőt. Sok rejtett jó tulajdonsága van. Probléma inkább azzal van, ami nincs rejtve. Mi? Fogja, tegye be a szívbe. Igenis. Való? Igenis, tábornok úr. Ez valami gyönyörű. Elnézést, uram, de én csak végrehajtottam, amit felsőbb utasításnak véltem. Igenis. Nem, sejtelmem sincs, hogy honnan jött ez a telex. Nem, uram. Csend legyen! Nem, uram, nem önnek mondtam. Nem. Nem, uram. Nem! A kő! Melyikünknek szólt, uram? Gyere, az Isten, gyere szépen, gyere, hát gyere kis madár, neked félni! Nem bánta bácsi, gyere kis madár! Maradjunk, Látni lehet abból, ahogy néz rám, nézecsöng, nem aranyos. Őrnagy úr, higgy el nekem, ha mondom, én majd kibűvölöm a gyémántot a madárból, megígérem. Na, Józsefmen,
Adok magának rá 20 percet, nem többet. That bird better drop that stone by the time I get back. Or tonight's menu is going to read Kentucky Fried Ostrich. You got that? Okay, please. Hallottad ezt, madárka? Kérlek szépen, nagyon szépen kérlek, könyörgök a bácsi kedvéért. Most szépen büfizz egyet, érted? Várjunk csak, na mindjárt, szóval akkor most megpróbálkozunk valami mással. Egy csak ezzel! Na, Jugi, Jugi, el ne mozdulj innen, hallod? Mindjárt visszajövök. A terepjárója ott várja nálam. Köszönöm szépen, majd értem megyek. És látom valamikor? Mondjuk a táncesten. Táncesten? Szombat este. Nem. Én táncesre akkor sem megyek el, a puskát fognak rám. Még akkor sem, ha én hívom. Nem, valahogy rendbe kell hoznom a boltomat. Különben sem az én műfajom, a foxtrot, meg a dirty dancing, meg a többi ilyesmi. Nem hagyja magát meggyőzni. Nem egy könnyen. Viszlát. Viszlát, kaka. Maga kincset ér. Seggfej! Brünnhilde, te meg mit keresel itt? Hashajtó, ez kell nekünk. Ez meg hova lett? Na, na, hova bújtál? Bújj elő! Itt vagy? Uram! Uram! De most aztán vége a lófrálásnak, megértetted, aranyom? Vimba kapitány szigorú utasításokat kapott rád vonatkozólag Roberce kapitánytól. Mától fogva nem kapsz más, csak kápét, kutyapiskótát és szenzor. Brünnhildus, te fantasztikus vagy! Gazdagok vagyunk! Gyémánt, honnan? Brünnhildus tojta. Az ENSZ katonák. Ezért volt ott bent a sátorban. Fenébe az ENSZ katonákkal! Hat éven át úgy hajtottunk, hogy a nyelvünk a térdünkig lógott ki, csak hogy összehozzuk azt a rohadt 200 ezer dollárt. Aztán egyszer csak az ölünkbe pottyan a főnyeremény egy kupac madárszarból. Neked meg ilyenkor a hülye ENSZ katonák miatt fáj a fejed? Ebben a dologban nekem valami rettenetesen bűzlik, és kiderítem mi az, mert nem a madárszar. Egy ENSZ katona biztos nagyon keresi ezt a gyémántot, én pedig rájövök, hogy ki az. Ma, a táncest. Kóstolja meg a sárt. Nekem már az első kortya fejembe menne. Üdvözlöm, polgáros tanú. Csókolom a kezét. Hölgyeim és uraim, megjött a parancsnok. Ramsbottom, dandár parancsnok. Roppant megtisztelő, hogy eljött a szorom. Megki őrnagy? A főparancsnok úr megkért, hogy tolmácsoljam önnek mélységes aggodalmát, amiért ön felhatalmazás nélkül és igen meggondolatlanul kezelte azt a nyilvánvalóan hamis telexet. Számíthat rá, hogy hamarosan ide látogat. Úgy véli, hogy nincs minden rendben a 104-es támaszponton. Semmi, uram, semmi. Egész Nambanben, minden struczganéjában
semmi. Uram? Leléphet, százados. Elnézést. Biztos, hogy nincs minden rendben a 104-es támaszponton. Ez a hosszú élet titka. Már pedig szóval én még nagyon sokáig akarok élni. Ezt nézze csak meg, fogadok, hogy üveg gyöngy. Álmomban elássalak, te trampli. A baj, halló. Csicsika, csicsika. Aláho, csicsko, csicsko, hoho, csicsko. Nem értem, mit akar tőle. Alabolika. Kedem semmiféle kalandhoz. Ezen ágában sincs helybeli nővel kezdeni. Mindjárt a világ legyen szíves, gyors. Uram, uram, a gyémánt itt van. Ez bizony az én gyémántom. Csak volt a magáé. Elnézést, hölgyem, de ez a kő az enyém. Jéj, de csak kolindó, csacingolá, kotakalakotó. Ki kell nyírni a némbe. Maga megveszett? A karrieremet kockáztattam, marhát loptam, hogy megszerezzem ezt a követ. És most mondjak le róla? Azt csinál, amit akar. Ez nem az én gondom. Most már tudja, hogy nem nálam van a kő. A pénzemet megkaptam. Egészségükre. Adja vissza a gyémántomat, de rögtön. Na, de rest a kárdáha. A fenébe. Te érted, hogy mit hadovál? Tegezd a nénikétet. Mi? Mondom, értem. Akkor mondd meg itt a hölgynek, hogy ez a drága kő az enyém. Csinde a operazén, Juzin. Kolerak a kosiko. Kázsiko volahia. Na, így már más. Ohni. Okroka. Hola, la madamka. Yoshikore, holimo, ala kore osina kojinoka. Yo. Uchiko, ala moko. Ala, ala. Ez igazán kedves volt tőle. Szerezze meg. Hogy mondja, uram? Szerezze meg a gyémántot. De hát a dandár parancsoknál van, uram. 50%. 50%. Hadnagy. Nincs kedve rázni egyet a jó Sedi papával. Nincs, kösz. Na jöjjön, ne kéresse magát. Jöjjön már. Ne fogdosson! Hagyja abba! Mondom, hogy hagyja abba! Mit akar velem? Segítség! Szatír, szatírnő, szatíra! Na, most már kiéleszkedte magát, itt egy ideg! Csak most már aztán engedjen el, engedjen el! Az anya! Ereszem már el! Ereszem már el! Ereszem el! Most már elég van vele! Maga két bal lába! Szedjen el róla mind a két bal lábát! Remélem eltörtem az állkapcsát. Mi? Semmi bajom. Tényleg semmi bajom. Ne kérdezzel hülyeségeket. Láthatja, hogy a világon semmi bajom. Isten ilyen vagyok. Végtelenül sajnálom, Dandár. Főparancsnok úr értesülni fog erről. Kvaga.
Maga az? Minek magán ez a maskara? Miért táncolt azzal a gorillával? Csak azért, mert nem tudtam leszerelni. Na és most már elárulja, hogy minek ez a maskara? Csak így tudtam kideríteni, amit kiderítettem. Tudja, ki a marha tolvaj? A maga McKay őrnagya. Braddock McKay őrnagy? Nem. Nem, ezt nem tudom elhinni. Márpedig, ha elhiszi, ha nem, így van. McKay őrnagy? Hát, mert találkozunk. Viszlát. Ne menjen el! Hazautazom Svájcba. A levél, amit a múltkor kaptam, onnan jött. A Zürichi Egyetemtől. Állást ajánlanak. Nem mondhatok rá nemet. Szóval végleg hazamegy. Minden jót. Pedig itt maradnék, ha akarnád, hogy maradjak. Az az enszes liba keverte meg a fejedet. Miatta dobálózol úgy a gyémántal, mintha csak üveggyöngy volna. Rossz dobás volt. Már felébe. Tefet rossz. Meglátjuk. Wimba, ki ez? Ha jól látom, a bátyád. Hozd elő a tegnapi jelmezemet. Futás! Na? Ehhez mit szólsz, madárfészekfejű? Az alább említett Langfer Loren nevű ingatlan tulajdonosának. Hát ehhez csak sok szerencsét kívánhatok, bátyom. Kösz. Csak azt nem tudom, hogy a rendőrség mit fog szólni. Gyémánt kicsempészéséért minimum 10 év jár. Bűnsegédi bűnrészesség marhalopásban az újabb 10 év. Nem. Hol van a bizonyíték mindenre? Mutasd! Emlékszel rá tegnapról? Mihá, csicska. Egy okó. Jaxi, légy olyacsém. Én nem tudtam, hogy azok marhát akarnak lopni a kőjét, esküszöm. Na, akkor ez így mindjárt csak minimum 10 év. Kérlek. Na, megvolnánk. Jaxi, továbbá alulírott Dun Ignatius Robertse kötelezze magam, hogy átadom Langfer Loren 25%-át testvéremnek, Jacobus Daniel Robertsének. Kettő, leszokom a mértéktelen ivásról. 3. Soha többé nem nevezem testvéröcsém Jacobius Daniel Robertse parókáját madárfészeknek. Továbbá, vállalod, hogy rendbehozod az üzletemet teljesen ingyen. Igen, Jaxi. Kösz. Tanul. Van de plusz, tessék? Jó napot, Vander Plush úr! Én Szavarom Hermann Sietekát. Én Hollandiából származom, de már jó ideje kivándoroltam ide Nambabvéba. Üdvözlöm, Sietekát úr, miben segíthetek? Semmiben köszönöm. Éppen csak fél füllel hallottam ENSZ katonáktól, hogy szeretnék kilőni egy bakot. Ugye nem tévesek értesüléseim? Nem úgy szeretnék, ez lenne a leghőbb vágyam, mondhatni, ezért jöttem komolyan. Mondja, mikor lehetne? Jó napot! A kocsimért jöttem. Tintál hátul. Kvága itt van? Nézze meg a szobájában. Arra van. Vaga.
Mondja meg neki, kérem, hogy ma hazautazom Svájcba. A repülőgépem 2-kor indul. Megmondom. Jó napot. Jó napot. Azt a kutya mindenit. Jaj, bocsánat. Dun Roberce vagyok. Ah, Kvaga testvére. Szóval maga a Pupol. Nagyon örvendek. Az eszem megáll. A végén mégis nagy vadra fogok vadászni Afrikában. Na, elszóljanak. Sietek hátul? Fater Plus úr? Én vagyok. Hát ő? Igen, felül. Akkor patányom fel. Köszönöm, köszönöm szépen. Isteni, ez az én puskám? Igen, ez az a puska, amivel majd bakot lő magának. Fantasztikus, azt hiszem ez lesz életem legfelejthetetlenebb napja. Hát bizony felejthetetlen lesz. Azt megígérhetem. Jaj, de jó. Mondja kérem, vannak tigrisek Nambabvéban? A tigrisek nincsenek, de más vadállatok vannak bögivel. Csak mindig jöjjön utalam. Kopkodja szaporral a csülkét, ne féljen, nem repet szét a segge, de csülkednie kell magát, hogy olyan igazi méretes bakot lőjön, ne csak valami nyambadékot, amivel itt kiszokták szúrni a kocavadászok szemét. Na jöjjön! Jövök! Ne izguljon, nem viszem magát az erdőbe, na már úgy, hogy nem úgy viszem, mert a erdőbe viszem, hanem úgy, hogy nem ejtem át, tudja? Mi van? Ott a bák, látja bák? Persze bák, ott van, lőjön rá, fogja, puskaja, olyan messzire van, nem biztos, hogy eltalálom. Né, lőjön csak, célozzon, Istenem, fogja rá meg a táskámat. Célozzon, figyelmesen, ne fölfelle, célozzon, lőjön rá bákra. Igen. Úgy, célozik, na, figyeljen már. Célozik, úgy, és lő. Lője már le azt a nyafajás bákot. Nem, én értem. Célozzon. Célozom, megvan célozva. Lőjön. Lőjön már! Jéj! Meglőtte! Teliba! Igen. Meglőttem. Meglőttem a bakot. Na, őszintén gratulálok. Meglőtte élete első bakját. Alig bírok magam, látni akarom életem első trófeáját. Na, várjon csak, lassan a tessék. Mi a baj? Előbb végig kell csinálni egy eredeti, echte, nambabvei hagyományos szertartást, mert nálunk minden vadásznak szabály szerint, betű szerint, végig kell csinálni, gyerünk. Oké, okay. Akkor gyerünk. Eszennel feleskedlek téged, Jobb, Hendrik, Panther Plus, feleskedlek téged, Takint, a nambabvei vadászok társaságának soraiba. Gratulálok, sok jó vadász szerencse. Na csak ne kiabáljuk el. Előbb talán vegyük le ezt a bakot. Jó, majd leveszük, de előbb jön fontos szertartás második része. Neked kell odavinned a bakot. Nekem kell odavinnem? Neked. Nekem kell odavinnem, de hova? Oda, ahova csak akarod, Jobb. Oda. De Herman! Herman! Mi az? Mit akarsz? Herman! Herman! De mégis, hát mit akarsz tőlem, Herman? Nem hurcolászhatok mindenféle bakokat keresztül kasul Afrikán? 10%, uram. Ahogy mondtam, és most menjen innen, fontos dolgom van. De uram, azt mondta, ha visszaszerzem a gyémántot, 50%-ot kapok. Ide hallgasson. Maga a táncesten elszúrta minden esélyemet az előléptetésre. Ha azt hitte, hogy azzal, hogy beletaknyoltatja a dandárparancsokot a gyümölcssalátájába, kiérdemli a felezést, akkor még nagy csalódások érhetik az életben. Nem, meddig kell még ezt a dögöt cipelnem? Hagyományos szertartás egy fenét. Szerintem ez a lehető legközönségesebb szertartás. Jézus Mária! Ó, vörös sark! Segítség!
Segítsen valaki, segítsen! Segítsen! Elefánt! Segítsen! Segítsen! Segítsen valaki! Segítsen! Ez mi? Az rinocéros szarv. Rinocéros szarv egy fenét. Ez abban elevél. Jó csípős. Békét és le háborút, bármilyen nehéz az út, bármilyen nehéz az út, bal jobb. Nagyon hatásosan csinálják. Csupa derék, fegyelmezett fiatalember. Szép jó napot, őrmester úr. Jó napot kíván! Csak azt szerettem volna elmondani, hogy rám igen nagy hatással volt, amit itt láthattam. Nagyon szépen köszönjük. Én pedig önnek szeretném megköszönni, és az embereinek, hogy elhozták az én országomba és népemnek a szabad és igazságos felállást. Örülünk, hogy megtehetjük. Tudom, ez talán szerénytelenül hangzik, de én ismerem az én honfitársaimat, a nambavelyeket. Önök talán el sem tudják képzelni, hogy milyen végtelen örömet szereznének nekik azzal, ha énekelnének nekik valamit az ő édes anyanyelvükön, valamit, ami ismerős nekik is. Á, hát persze, szíves örömest. És mi lenne az ének szövege? Arról szól, hogy mi erősek vagyunk. A szövege pedig így hangzik. Jobbra hát! Futólépés! Indulj! Anszporup erősek vagyunk! Anszporup erősek vagyunk! Anszporup erősek vagyunk! Anszporup erősek vagyunk! Tessék, Nambabwei Bovli, Bizsú, hamutartó speciális import ENSZ óvszer, minden színben és méretben. Rinoszarv. Rinoszarv? Dohánytartó tasa. Rinoszarv? Rinoszarv. $70 lesz adóval. Igen. Nem, barátom, nem így kell. A rinószarvat nem lenyelni kell. Nem? Nem. A rinószarval be kell dörzsölni. Be kell dörzsölni vele a kezelésre szoruló testrészt. Ujjal? Be kell dörzsölni rinószarvat. Be kell dörzsölni a... Érted? Éltem! Na, csak hogy végre megértetted, te esekfej. Hey, rinószarv! Ez meg most mi? Jaj, ne! Jaj! Jaj, ne! Ez valami torszülött dupla szarvú rinocérosz! Jaj! Mamám! Mit keresek én itt? Haza akarok menni! Jaj, nekem! Jaj, ne! Rinoszarv! Csodálatos! Katona? Uram? Mondja, katona, ott maga mit lát? Tudod, mit látok? Egy tankot, uram. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy nehéz tüzérségi fegyverek, tankok vesztegeljenek a táboraink udvarán. Olyan színben tüntetik fel a békefenntartókat, mintha totális háborúra készülődnének. Vigye innen, és rejts el! Gyorsan! Rejtsem el! Oh.
Uram! Mi a baj? Gyorsan jöjjön, gyorsan, uram! Sürgősen keresik telefonon a központban a felesége. A felesége. Akkor kapcsoltassa az irodámba a százados. Nem kérem, uram, nem tetszett megérteni. Ott a telefon, eltűnt. Mi az, hogy eltűnt? A nagy madár uram bejött az irodába és elszaladt a telefonnal. Jöjjön, kérem! Ez nem az a madár volt, amelyik a múltkor, ez valami másik nagy madár volt, egy ilyen bögyös madár volt, és elvitte a telefont, úgyhogy jöjjön velem, gyorsan kérem. Jöjjön, megmutatom. Ne menjen be, uram. Kérem szépen, ne, kérem, ne menjen be! Ne! Hol van itt a fék? Állj! Állj! Álljon meg maga, szerencsétlen! Állj! Hol a fék? Álljon meg! Jóságos teremtőd! Állítsa meg! Ez a főparancsnok! Jaj, nem! Mit csinált maga, Isten verte, körri fejű, mit csinált? Nem, én nem akartam. Én azt a parancsot kaptam, hogy rejtsem el a tankot. Kitől kapszak, kitaposom a belét! Mind a kettőt! Igenis! Ez meg mi? Ez meg mi? Ez meg mi? Ez az ön pálcája, uram. Maga meg kicsoda! Kiri! Na de tovább egy tapottat se cipelem! Tábornok úr! Osporup erősek vagyunk! Osporup erősek vagyunk! Bajó, maga? És maga? Mimba! Szedd le ezt a fejemről! Jaj! Nem akartam. Mi van ide írva a fejedre? Ha? Én szív téged, Inge. Mit mondasz, mi az? Mondom, ez van a fejed tetejére írva. Pirossal van írva. Én szív téged, Inge. Puszi, puszi, puszi. Komolyan mondod? Megbeszél. Thank you.
Ez nem igazság, uram. Igazság. Ez egyenesen gazság. Megfosztottak a rangomtól, ketté tört az életem. Igazság. Nem marad semmi másom a világon, csak ez a gyémánt, de erről most már nem mondok le. Még a 10%-ról sem. Oké. Okay. A gyémánt felét akarom. A felét? A felét akarja? Maga mohó, mocskos, szánalmas, hülye, csekfej! Na jó. Azt akarja, hogy itt a rohadt, nagy, semmi kellős közepén fogjam a világ legkeményebb drágakövét, és csak úgy vágjam félbe! Ez hamis. Na és akkor most én minek a felét kapom? Mondjam, vagy mutassam, hogy minek a felét. Még annak sem. A 10%-át sem. Hagyjon engem, seggfej. Na, ennek lőttek. Magyar hang. Székhelyi József. Balázs Péter. Kerekes József. Bánsági Ildikó. Gáti Oszkár. Vas Gábor. Harsányi Gábor, Szabó Otto, Forgács Gábor, Koncz Gábor, Mináróvics Péter. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar szöveg Séri András, hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Dóci Orsolya, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Juhász Anna. Forgalomba hozza a Moké. Deserve an honor, calling Major Mac McKay.